Ezeknek a kiskasszáknak az ára 125 és 200 ezer forint között mozognak. Ehhez hasonló készüléket kell használni azoknak a vállalkozásoknak, amelyeknél kötelező az online pénztárgépek használata. A gazdasági tárca rendelete szerint november 24-től állami támogatás igényelhető a pénztárgépek megvásárlására. Ennek összege kasszánként 50 ezer forint, és maximum 5 géphez lehet igényelni, tehát összesen 250 ezer forintot kaphatnak a vállalkozások. A kasszák méretben is eltérnek, ez főleg a taxisok számára lehet fontos szempont. Például náluk is bevezetik a kötelező online pénztárgép használatot január 1-től. A beszerzés minden esetben egy üzembehelyezési regisztrációval kezdődik. Az üzembehelyezés, beprogramozás, betanítás megtörténik. Minden pénztárgép tartalmaz egy SIM-kártyát, valamelyik szolgáltatóhoz tartozva, ez lehet Telekom, mobiladat, no roaming, erre a szakosodott vállalkozások. Itt elkészítjük a szerződést, ez egy speciális mobilkommunikációs szerződés, innen már nem kell menni sehová, és amikor végeztünk, egy oktatás keretében a pénztárgépet átadjuk, otthon már csak üzembe kell helyezni, konnektorba bedugja, és használhatja is. Minden pénztárgépnek van éves felülvizsgálata, amelyet a NAV által előírt rendelet alapján végeznek a kasszát árusító vállalkozások. Vince Csaba szerint ezt egy autó műszaki vizsgájához lehet hasonlítani. Január 1-től 10 tevékenységi körben vezetik be az online kassa használatát. Ez közel 20 ezer vállalkozást érint országos szinten. Többek között a szolárium és masszázszalonok, autószerelő műhelyek és a plasztikai sebészek is szerepelnek a listán a taxisok mellett. Szerintünk teljesen értelmetlen dolog, mivel a taxisok nagy része ugye vállalkozó, egyéni vállalkozó, és ők ezt a karta vállalkozási adózási rendszert választották, aminek van egy fix díja, és az értékhatár meg 500 ezer forint havonta, és mi vidéken ennyit nem érünk el. Úgyhogy ott a legtöbb taxis befizet ezt a fix díjat, és innentől kezdve meg nincs mit úgymond elcsalni, vagy nem tudom, hogy mire gondolnak, hogy fehérítsék a taxis társadalmat, mert mi vidékig nem tudunk annyit dolgozni, hogy azt elérjük ezt a határt. És Pesten talán lehet, de itt nincs. Főleg így, hogy a kormány ugye tervezetbe javasolja, hogy jövőre ugye ez a havi 500 ezer, ez 1 millió forint legyen. Zatureczky Pál szerint az is probléma, hogy nem egy komplett taxiórát kell majd beszerelni, hanem a taxaméter mellett kell majd működtetni az új eszközt. Így például ennél a taxinál, ahol terminális működik, már három helyre kell beírniuk az utazás összegét, ami így időben is meghosszabbítja majd az utazást.